Dr. Szelecki Rita a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának elvégzése után 2004-ben másoddiplomázott a Pécsi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán. Ezt követően ügyvédjelölt volt Budapesten, majd ügyvédként dolgozott ugyanott 2 évig. Már fiatal korában magával ragadta a bírósági atmoszféra. Ez egy régen megálmodott álmom volt, igazából meglátott álmom volt. 17 éves koromban, középiskolás koromban voltam egy bírósági tárgyaláson, egy óra keretében elvitt minket a tanárunk. Természetesen ez egy büntető tárgyalás volt. Azért mondom, hogy természetesen, mert általában azért a nagyobb érdeklődésre tartanak számot a büntető tárgyalások, mint a polgári ügyek. És hát ott azon a tárgyaláson éreztem azt én 17 éves koromban, hogy jaj, de jó lenne büntetőbírói munkát végezni, jaj, de jó lenne, ha én olyan munkát végezhetnék, amit az ott ülő bíró végez. Tehát innen van ez az érzés, de aztán az élet egy kicsit jobbra-balra elsodródott a sorsom vonala, mielőtt ezt a pályát el tudtam kezdeni. Én nagyon örültem, hogy a bírósági szervezetbe kerültem, tehát amikor én a bírósági szervezetbe bekerültem, akkor én már túl voltam azért néhány területén az életnek, tehát segítő szakmában dolgoztam, utána dolgoztam ügyvédként is, de én már ügyvédként is azt éreztem, hogy bíró szeretnék lenni és büntetőbíró. Nagyon-nagyon felnéztem a bírákra és a bírósági szervezetre mindig, és amikor nekem sikerült ide bírósági titkárként, amikor szerettem volna bekerülni, akkor én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és ez nem változott az elmúlt évek során. Bírónak lenni nem egyszerű feladat, ez egy hivatás, egy életre szóló küldetés. A kimondott szavaknak, a meghozott döntéseknek komoly súlyuk van. Alapvetően persze nehéz, de meg kell tanulni a szakma szabályait, és akkor ez már nem lesz nehéz. Van ennek egy szakmai része, tehát a jogi része, ugye a bíró a jogszabályok alapján és függetlenül ítélkezik, meg van az emberi része, amikor hozzáadódik a bíró döntéséhez maga az ember, ez ugye nélkülözhetetlen, azt kell inkább megszokni. Nekem például az volt nehéz megszoknom, hogy a büntetéshez nekem a bírói munkámat megelőzően nyilván gyerekkoromtól azt társult, hogyha én valami rosszat tettem, akkor azért engem megbüntettek, mert haragudtak rám, vagy nevelni szerettek volna. Nyilván ez nem változik a bírói munkával, annyiban viszont igen, hogy azt kellett megszoknom, hogy érzelemmentesen, tehát hogy én nem haragszom, én nem vagyok dühös, én nem vagyok mérges az elkövetőre, én egyszerűen csak a jogszabályok alapján, a társadalom védelme érdekében ítélkezem az ő cselekménye felett, hogy az bűncselekmény vagy nem bűncselekmény, és ha bűncselekmény, akkor mit érdemel érte. Szerintem ez mindenkivel előfordul, hogy a tárgyalóteremben történik olyan atrocitás, akár teátrálisan megnyilvánuló, vagy ami lelkileg megviseli az embert. Nekem is volt ilyen, összesen egyébként 2, tehát össze tudom számolni, mert én nagyon azt érzem, hogy kívül tudok maradni az ügyeken. Tehát ezek az ügyek nem úgy ügyeim. Nekem ebben lelkileg nem kell úgy belehelyezkednem, az a sértett és a vádlott dolga, úgymond. Nekem ebben ennek kell maradni. Nyilván van olyan, ami megérint, de ez minimális. A szabadidő hasznos eltöltése a bírónő részére nagyon fontos, lehetőleg úgy, hogy a magára áldozott időt ne családjától vegye el. Nagyon szeretek a családommal lenni, igazából minden szabadidőmet most velük töltöm. Van egy férjem, van egy kisfiam, és nagyon szeretek futni. Ez köztudott rólam, hogy a futás a hobbim, meg a sport, de azért elsősorban a futás, és akkor a futással töltöm azt az időt, amit még a családon kívül el tudok tölteni. Ez inkább hajnali időpontokban, tehát mikor ők még alszanak, akkor szoktam futni. Dr. Szelecki Rita elégedett a kinevezés nyújtotta elnöki pozícióval, melyet maradéktalan szakmaisággal végez majd. Én azt gondolom, hogy ez az, amit elértem, és erre lesz most lehetőség a mai és jelen állapotban. Nyilván ki nem szeretne felsőbb bírósági szintre kerülni, törvényszéki bíró lenni, de ez várhatóan az én pályám során nem tud bekövetkezni. Nagyon megtaláltam a szekszári törvényszéken is, azon belül is a Dombóvári járásbíróságon a helyem. Kaposvárra nem szeretnék menni, akkor sem, ha ott lenne ilyen hely, mondjuk törvényszéki hely. Itt viszont ebben a megyében nekem, ha itt zárul be, az nekem tökéletesen elég, és én ezzel elégedett vagyok.